Dolog és szellem. Midőn ezt írtam, mocskos volt az ég, üres. Mesztelen ágak nyúltak a dombok felé, és odjaiban megkötött a semmi. Midőn ezt írtam, kialudtak már a szép emberfők, a reménytelenség gyulladt laptái, és nem múlt a sötét, de egyre sötétedett. Minek is írtam, amikor ezt írtam? Miért és kinek? Mint homokbányák mélyén a vizek, alszik a népem, s alvása hosszú, mint a holtaké. Lehet-e kimondani még így ennyire? Álmukban ledobják terheiket mélyben a vizek, és szabadok is áradhatnak, talán is szabadon, ahogy én már meg sem hallhatok úgy soha. Nyelvem hiába rejtegeti, menekülő nyelvem. Egyenként jöntnek el szavaimért egyszer a csizmák, a hollók, a címeres bitangok, hogy szétszórják őket négy égtáj felé. De az égi madarak, az erdei vadak nem esznek belőlük, föléjük állnak, és csak nézik őket. Csak nézik. Mert nem múlik sorsunk elől a sötét. Sorsunk azonos a fekete széllel, mely a mindenség metronómja körül kering. Akit kérdeznénk, földbe hantolta az arcát, akit megkérdeznénk, csontokat keres piros játszóterek alatt, az apját keresi, a társát keresi, magát akarja kiásni a földből, akit elveszített, akit elhagyott, akit meg nem talált soha. És a golyózáporon túlról hallja őket, hallja, és nem tudja, melyik oldalon van, éppen honnan lövik, kik lőnek rá, ha feltartott kézzel kijár a térre. Ha olyan nagy a béke, honnan a háborúk, a sebesülések, a szürke jégtáblákon, miért úsznak véres fejű sirályok? A törött ablakon át hova száll a szétlőtt oltár, és miből fogott lángot felszentett kelyhekben az ostya? Munkálkodom, van dolgom elég akár a hiába, van történetem, ha történelmemnek vermet is ástak, és törvényem az ékezet, nevemről nem esett le soha. Hát ilyen kevés elég lám a létbőr. Ha nem virad, megművelem az éjszakát, havazáshoz szoktatom magam, ruhátlan fekszem a jégre, és a megvadult menny küszöbén gyertyát dújtok. Hát ha elkószált, vacogó csillagunk hazatalál. Én tudom, hogy helyemen dudva nő kövér parhi hízik, és ahol vagyok, nincs is helyem. Sem alkohol, sem kényes ígéret, nem szédít többé, hogy megérkezem. Midőn ezt írtam, alámerült az egyetlen zöld ág is, melyen megvillanni láttam a sorsomat. Szeretnék lenni, még ha tudnék lenni, hinni. Csak árnyékom tapossa szét a mennydörgő vonat. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Zalán Tibor és barátai estjén, amelyre a Magyar Művészeti Akadémia szószínjáték sorozata keretében kerül sor, ha megengedik, leülök a köszöntés után én is. A nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Zalán Tiborral, és itt lehetünk a barátai, és szerintem a közönségbe is a barátai ülnek.
ismerő, jó ismerősei, barátai, szerettei, rokonai, tehát remélhetőleg egy ilyen tágabb baráti körben lesz alkalmunk ma beszélgetni, és arra is kérlek téged, hogy te is próbálj oldottan és szabadon, minthogyha csak otthon lennél, igen, vagy mintha a vízparton lennénk, és ott beszélgetnénk, máskor szoktunk. Nézd, itt körbe minket látsz, a vizet fölborult, majd mindjárt töltök. A mai eset során lesz, amikor kapcsolódunk az elhangzott vershez, vagy zenéhez, lesz, amikor nem kapcsolódunk közvetlenül. Én mindjárt kapcsolódok, mert elfelejtettem a nagy zavaromban a köszöntésben elmondani, hogy Nagy Zoltán előadásában hallották Zalán Tibor Dolog és Szellem című versét, és előtte Binder Károly és Borbé Mihály az alkalomra készített nyitányát hallhatták. És akkor most már folytatom azzal, hogy nem mindig kapcsolódunk az elhangzottakhoz, de most nagyon kínálja magát ez a vers, midőn ezt írtam. Ugye ezzel kezdődik, ahogy Vörös Marti híres verse is, és többször el is hangzik a versben, hogy midőn ezt írtam, de aztán az is elhangzik, hogy minek is írtam, amikor ezt írtam, miért és kinek. Hát én is ezt kérdezem most tőled, kedves Tibor, hogy midőn azt a verset megírtad, a Dolog és Szellem című verset, akkor tulajdonképpen minek írtál és kinek írtál, a 80-as évek közepén vagyunk, és hát most arra lehetetlen feladatra kérem Tibort, hogy néhány percben próbálja felidézni azt a korszakot, a pályakezdése időszakát, 70-es, 80-as éveket, hogy akkor hogyan is érte ő meg a pályakezdést, a versírást, miért írt, kinek írt, változott-e a viszonya a versíráshoz azóta és a közönséghez? Tisztelt közönség, nagyon kínosan érzem magam ebben a zakóban. Én nem szoktam zakót használni, ezt tudja a családom is, tehát nem muszáj volt fölvenni, mert akkor nagyon kiderítettem volna a tévét. Tehát nézzék el, hogy ömlik róla a víz, valahogy már csak kibírom. Nagyon furcsa visszaemlékezni arra, hogy mi történt ezelőtt 40 évvel, ha belegondoltok. 40 évvel ezelőtt Nagy Zoltán mondta ugyanezt a verset. És most megint hallani, ott hátul átcsorogtunk, és most megint hallani. És azt hiszem, a dolog ugyanarról szól, ami a címe. Tehát engem két dolog érdekelt. A dolog és a szellem. Tehát munkálkodtam. Akkor még rengeteget írtam. Nagyon nagy kedvem volt írni, és azt gondoltam, hogy érdemes. A másik pedig a szellem, tehát hogy akkor szívtam magamba mindent, amit azóta tudok, vagy nem tudok, vagy elfelejtettem, vagy éppen még emlékszem rá. És akkor még mocskos volt az ég. Sokan emlékeznek nyilván erre, nem tudtam, hogy mennyire mocskos. Csak írtam. Ma már tudom, hogy mi volt, ma már tudom, hogy mi történt akkor, és ma már tudom, hogy a közönség, akinek akkor írtam, az gyakorlatilag változatlanul megmaradt. Úgy érzem, tehát sokan emlékezhetnek az indulásra, sokan emlékezhetnek a 70-es évekre, amikor ugye a puha diktatúra ideje volt. Az már a puha Kádár-rendszer volt. Én írtam egy felháborító szöveget, az volt a cím, hogy Szomorú aranykor. És abban azt írtam, hogy valószínűleg a magyar kultúrának az utolsó nagy időszaka, az aranykora, az a Kádár-rendszer, a puha diktatúra időszaka. Mert a rendszer nem volt elég erős ahhoz, nem volt már elég erős ahhoz, hogy bele tudott volna szólni az irodalmi rangsorokba, és el tudta volna hallgatni az embereket. Én például szerkesztőként a Petri Györgyöt is közöltem, amiről ma már megfeledkeznek, és mindig azt mondja, hogy be volt tiltva, nem volt betiltva, ő sem annyira. Tehát már nem volt erős a diktatúra ahhoz, hogy gyilkolásszon bennünket, de még elég erős volt ahhoz, hogy pénzt adjon az irodalomnak. Tehát pénzt fektessen bele az irodalomba. És nem volt két szekértábor. Most gyakorlatilag kettő vagy három szekértábor van, és ezek egymásnak feszülnek. Tehát ma már igazából nem tudom, hogy nekem, majd erre kitérünk, most írtam nálatok egy szöveget, tehát hogy hol kellene lennem, hol vannak azok, akik szerettek, és hol vannak azok, akiket szerettem. De egészen biztos, hogy én nem ezt a rendet akartam. Én ezt a rendet sem akartam. Az előbb az öltözőben
mondtál egy mondatot, amit azonnal felírtam. Ezt nem kellett volna érzetelni, azt nem, nem tudom, hogy észrevette, de a legelső színpadi vagy drámai művéről beszélt Tibor akkor éppen, a Sakk Bástya című monodrámáról, és ennek kapcsán mondtad azt, hogy olyan, mintha minden akkor történt volna. Mármint 70-es években. Nézd, az embernek mindig az ifjúságában történik meg minden. Azután pedig csak emlékezik, és ezt írja meg. Nos, én valahogy így vagyok ezekkel a 70-es, 80-as évekkel. Legendás évek voltak, nem voltak annyira rosszak, mint ahogy állítjuk most, és nem voltak annyira jók, mint ahogy állíthatnánk. De akkor fiatalok voltunk, és akkor rengeteg tennivágyás volt az emberben. Tehát rengeteg mindent elképzeltem, hogy mit fogok megcsinálni életemben. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg is csináltam. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent még nem csináltam meg. A nagy kérdés az, hogy meg tudom-e még csinálni azt, amit eddig nem csináltam meg. Mindenesetre viszonylag sokat írtam, és viszonylag sokat próbáltam tisztességesen letenni az asztalra. Nem tudom, mennyi sikerült. Hallgassunk meg akkor két újabb verset Nagy Zoltán előadásában. Az asszonyom ma hulló csillagos az ég, és valahogy majd csak felnőtt gyermekünk című. Hadd tegyem hozzá, hogy ez is 70-es évek. Persze. Asszonyom, ma hulló csillagos az ég. Már megint túl sok a megalvadt vér a számban. Amíg te boldog zenékre táncolsz, én szomjas homokban hagyatlok, és végtelen szeretkezésünkről álmodom. Lehetne persze szomorúbb is. Hajnalodik, mire megírom ezt a verset, akkorra már ájultan alszol az összekurcolt szívű ciprusok alatt, szétveszített szombjait közé fúrja vesszejét a halál. Hulló csillagos az ég, asszonyom, ma. Elvándorol ablakunk alól az erdő, fejünk alól a szomorú melegség. Lejárt személyi igazolványom, lejárt utolsó haladékom is, rendőrnek, szerelemnek üthető bitang vagyok. Mint a gyilkosok köpenyemre dilettánsok vetik kockáikat, vetkeznek messzi partokon halott kedvetlen lányok. Ingükkel leterítik arcomat, jó így valakik emléke lenni. A fák fölött villamos lebeg, benne szállsz álmosan, és sírva fakadsz, mikor véletlenül lenézel. Valahogy majd csak felnő gyermekünk. Nyelvünkből is marad valamennyi rá, és a neve alá még odaírhatja egy ideig állampolgárságát is, magyar. Elnézem én jelente, amint holt felé szálló bölcsőjében, vidáman rázza fényes csörgőit, a csillagképeket, nyála a tejukon, tájíton végcsorran, foganő. Fegyverkezik, mint a harca mindig kész vadállatok, rámasolít és rád, és hasonlít minden teremtő lélekre, ki ember, gyávoltalan. Majd felneveljük, és küzdeni tanítjuk. És megértetjük vele a csendes gyilkosságokat, mint szájában baba piskóta acélfogak között roppannak szét védtelen életek. Látja, fényes motorokat fog szeretni, és bőrcse kis pribékeket a könyvégető birodalmi szélben. Szégyelli ezt a verseket, ezt az apákat, ezt a könnyelmű könnyeket és a fogalmakat, haza, művészet, ember, erkölcs. Szégyelni fogja, mert kiérti életünkből mind, milyen haszontalan, mennyi mocskot festenek halálosan velük, és velünk, és ellenünkre. Mondom, felnő gyermekünk tekintetében majd csak fájdalmunkat hordja tovább, és a félelemre, mely romlott génjeinkből testálódott rá, a rombolás szabadságával válaszol. Sem házak, sem városok, sem műemlékek, sem kultúra,
sem semmilyen élet, sem múlt, sem jelen, csak Isten, aki a végső nagy teremtő csöndben sírdogál, és a szétdúlt égben magában harajtva verejtékezik. Köszönjük szépen. Most nem közvetlenül erre a két versre fogok rákérdezni, hanem inkább a versekben beszélő énre. Mi szoktunk locsogni, fecsegni, kvaterkázni, de időnként szakmázni szoktunk nyilvánosság előtt is. Most egy ilyen kör következik, mert hogy nagyon fontos a te költészeted kapcsán beszélni szerintem arról, hogy mi köze van a úgynevezett költői énnek, a versben beszélő énnek és a valóságos költő személyének egymáshoz. Ellentmondásban vannak, vagy nincsenek, és hogyan változik ez a viszony esetleg a te költészeted során. Ugye az írók, költők többsége a saját élményvilágából táplálkozik. Kérdés ugye ebben az esetben is, hogy ki az, aki azt mondja, hogy asszonyom, meg gyermekünk, és így tovább. És hát te nagyon sokat foglalkozol a költészetedben is egyáltalán az énnel. Az Akár mihez nyúlok című kis fragmentumod így hangzik például. Akár mihez nyúlok, vers lesz belőle, és én megrettenek tőle, mert a vers egy másik élet, s lehet, hogy én már nem is élek. Mondja a versben beszélő én, de mi köze van Zalán Tiborhoz mondjuk ennek az énnek. És hát egyik legjobb barátod, aki ezt a Zalán Tibor legszebb versei kötetet összeállította, Jankovics József, aki itt van a közönség soraiban, szeretettel köszöntjük. Ő azt írta az utószóban többek között, hogy grandiózus énlírát művel Zalán Tibor. Nézd, hát a barátaim is tévednek. De én azt gondolom, hogy nagyon rossz lenne, hogyha én folyton csak azt írnám, aki én vagyok, részben nagyon unalmas lenne. Másrészt pedig nem lenne rá lehetőségem, hogy olyan dolgokat fogalmazzak meg, amik rajtam kívül állnak. Ilyen a valahogy majd csak felnő gyermekünk. Hát nyilván nem a saját gyerekemre gondoltam. Amikor az ember elkezdi a pályát, többnyire éllírát művel, hiszen akkor még a legérdekesebb az az élet, az a figura, amit ő megél, és akit meg tud élni. Aztán egyre inkább rosszul a profizmus, de ahogy az ember halad az időben, egyre inkább a szakmának, annak a szakmának ír, hanem a saját szakmájának ír. Tehát amikor én elkezdek egy szöveget írni, ma már akkor azt gondolom, hogy nagyon messze állok az élménylírától. Tehát nagyon messze állok attól a figurától, aki beszél a szövegeimben. Azt a figurát is meg kell teremtenem, és a kellő távolságot kell megtartanom tőle, különben ő nincs értelme. Tehát amikor volt egy nagy váltásom, több nagy váltásom volt életemben, költészeti váltásom, ha már szakmázunk. Tehát az első volt egy avantgard váltás, amikor az avantgard, ugye avantgardra jellemző, hogy kitalálja a figurát, és aki ott bolyong abban a hintaló versben, amit szintén egy Zoltán mondott el annak idején kongeniálisan, ez Jankovics Tanár úr kifejezése, tehát kongeniálisan, akkor sem én bolyongtam már, pedig én voltam Moszkvában, én szenvedtem, én killottam. Ma meg aztán egyáltalán nem vagyok benne a szövegeimben, vagy ha benne is vagyok, akkor csak úgy vagyok benne, hogy megtanultam bánni a szavakkal, megtanultam egymás után írni a szavakat, megtanultam, rájöttem arra, hogy a költészet, és ez a második nagy váltás volt az életemben, amikor a avantgardról átértem egy ilyen tárgyas költészeti megszólalásra. Amikor kiüldöztem az ént, és akkor csak egyeszem harmadik személyben voltam hajlandó írni. Tehát ő megy, jön, tesz, vesz, csinál, nem csinál, él. Bocsáss meg, ha közbevágok, de közben volt egy személyesebb, valamásosabb. Épp ez az időszak, ahonnan az és akvarel, és ezek a versek is onnan valók voltak. Az ember néha belesik ilyen tévedésekbe, de hát az máig... Ne kerüljük meg azt az időszakot, mert nagyon szeretik. Máig is azt a kötetedet. Azt a könyvemet szeretik szerintem legjobban az emberek.
Volt bennem egy ilyen, amikor én mindenkivel összevesztem. Először szürrealista, népies szürrealistaként kezdtem el a pályámat, akkor összevesztem a népi szürrealistákkal, amikor meguntam. Akkor jött az avantgard, összevesztem az avantgardokkal. Természetesnek tartom, hogy volt egy ilyen elégikus korszak, amikor nagyon romantikus hangot ütöttem meg, és amikor ez a romantikus hang is unalmassá vált, akkor jött ez a tárgyas költészet. Tehát a dolog mindig ellenállásból született, legalábbis nálam, és az nem hiszem, hogy olyan nagyon logikusan építettem volna fel a világomat eddig. Hát akkor az avantgard időszakra azért egy kicsit térjünk vissza, és hallgassuk meg Bindel Károly, Borbély Mihály és Zalán Tibor közös előadásában az Igor Stravinsky Álma Bartókról című produkciótokat. Kompozíció numero 1-es. Ül egy férfi az óceán partján, mögötte cinnober alkonyat, galambszín kalapjába a tengert meri, fénytelen szeméből nehéz könnyek peregnek a holdba, meri a vizet, hajlong, egyre sötétül, még mindig meri, még peregnek. Mit akarsz, makacs törpe? A tenger az enyém. Szeretem hallgatni, ahogy dúdorászol. Az óceántól az érig visszajutni, összetolni hideg földrészeket. Fölriad, háta mögött az éj buja mészárszékei felragyognak, már a lét 12 grádicsán botladozik megint, nekünk csak háttal, vézna vállával félresodorja az égbe szúrt tornyokat, elmenőben fülünkbe még székelyfaluska harangját csengeti, félúton megáll, eszébe jut, holtól a könnyeit visszakéri, galambszín kalapját a vízen, delfinek udvarolják körül. A tenger az enyém? Óceántól az érig visszajutni. Mit akarsz, makacs törpe? Összetolni hideg földrészeket. Áll a férfi, az óceán partján bársuhanású hirtelen hajnal, galambszín kalapjából könnyeit meri, szemébe a hold pergeti Istennek hagyott tornyait, sötétül egyre, szálka a világ dobhártyájába szúrva, sóhajnyi ember. Jéggé termeszt, amit túdorászol. Egyik oldalára fordul. Kis népnek egyetemest. Luxus. Pirománia. Ekkora lángaktól elhamvadnak mamut birodalmak. Másik oldalára fordul. Kompozíció numero 2. Megint az őszember, s a hontalan galambok. A hold mögül ez is behűlt hangok szállnak, kitépet nyelvű harangok lengenek. Szállnak. Emlékeznek valahol. Szállnak. Árnyéka van már a szélnek is. Szállnak. Valahol emlékeznek, valahol. Árnyéka van már a szélnek is. A nép lelkében van valami, amit mi nem érthetünk. Ne nyugtalankodj, ez már nem Magyarország, ez már nem Amerika.
ez mindenek eredője temető. S hullanak rá, mint nagy pejhű havak, kantát a profánás ócska leíratok. Játék! Egy ember kantáta profánát ír. Társas játék. Egy csoport kantáta profánát ír. Népi játék. Egy nemzet kantáta profánát ír. Kontinentspiel. Egy Európa kantáta profánát ír. Mondolúdó. Egy világ kantáta profánát ír. Cosmos play. A mindenség írhat csak kantáta profánát. Hullanak súlyosan az utókor illatozó koszorúi, temetnek. Hullanak. Valami van a lelkünkben, amit nem érthet a nép. Hullanak. Ne szólíts igruskának. Galambos kalapoddal játsz még. Trojkán siklik szívem felé az orosz halál. Feltámadunk. A teremtésben te következel, tenyeredben a létezés. Lásd, a nép szívéből lakoltad ki a történelem. Lásd, hazánk szívéből lakoltad ki a népdal. Ne lásd, legyincs, hűvösödik, a temetőt bezárják. Nem a halál, a földíze undorít egyszer. Harmadik oldalára fordul. Kicsit el kell távolodnunk, hogy jobban lássunk és értsünk. És eltávolodtunk, és látunk, és értünk is immár. Negyedik oldalára fordul. Kompozíció numero 3. Már elég. Isten tüzes kardot nyelv, örvénylő szurok létezésünk, hiába zongorázom véres a parfümös hangversenytermeket, vigyázz medődön járnak Európa térképén az új karmesterek. Vigyázz menetben. Igor Stravinsky. Jelen, bokacsattanás, Béla Bartó. Jelen, bokacsattanás. Ez már másik jelen. Bokacsattanás jelen. Mert nincs jelen, az álom negatív tartományában még keressük a házakat, a temérdek mellő német Bertát, pedig végleg elolvadtak, és elolvadunk mi is egyszer. Nincs jelen. A világ elhasznált eszmék kerengő radioaktív kukája. Nincs jelen. Csak a szerkezetek ragyognak tovább, romolhatatlanul. Nincs jelen. Kristálypontokat találni, melyre az okogás kifeszíthető. Nincs jelen. A függőleges tengere grammatikáját megérteni feladat. Nincs jelen. 12 vonalas kottákkal rögzíteni a halál metafizikáját. Bár a zenének nincs tartalma, megszerkeszteni a kifejezhetetlent. Mert nincs jelen, nincs jelen, nincs jelen, nincs jelen. A Jarmolinci vásáron mézes kalács huszárt vettél neked. Emlékszel? Ötödik oldalára fordul, és már nem remél. Thank you.
Köszönjük szépen mindhármótoknak ezt az élményt. Neked külön, hogy megírtad ezt a verset valamikor. Meg is szenvedtem vele. És ennek kapcsán jut eszembe, hogy a te költészetedet le lehetne úgy is írni, mint a hiteles megszólalásért, a hiteles versbeszédért, a hiteles formáért való állandó, megújuló küzdelemként. Ugye már a korábbiakban is beszéltél arról, hogy milyen korszakaid voltak, a legkülönbözőbb versformák, kötött, zárt versformákat és szabad versformákat értél meg költőként, és egy elég hangsúlyos korszakod volt ez az úgynevezett avantgárd, vagy neoavantgárd korszak. Annak idején experimentális lírát is emlegettek, ez hogy kiment a beszédből, még a szakmai nyelvből is. Ugye ez az állandó kísérletezés, pedig Tibor költészetére nagyon jellemző az állandó kísérletezés, kísérleti líra. Te mit kerestél annak idején az avantgárd költészetben? Miért érezted úgy a 70-es évek végén, 80-as években elején, hogy ez a te mondani valódnak éppen megfelelő forma akkor? Nézd, amit tiltanak, az mindig izgalmas az ember számára. És ebben az időszakban az avantgárd nem volt engedélyezett, legalábbis nem volt divatos. Voltak a Szent Jóbéjék ezelőtt egy jó 15-20 évvel, akiket ott nyírtak ki, ahol tudtak, és el is menekültek az országból. És utána a párizsi magyar műhely, majd az Orkánum című folyóiratok képviselték a magyar avantgárdot. És én találtam egy párizsi magyar műhelyt, amit szintén nem lehetett behozni az országba, nem tudom, hogy miért nem, amikor irodalomról volt szó. És ebben olyan megszólalási formákat találtam, amit addig nem ismertem. És nekem baromira izgatott, hogy most elkezdhessek kísérletezni. Csináltam képverseket. A családom emlékszik, hogy éjszakákon keresztül ragaszgattam a letraszett betűket, karistolgattam. Pornóképekre többek között. Speciál nem. Szerintem nem is hallották meg, remélem. Nem volt pornó, egyáltalán nem volt. Az hogy egy női mellett például belevágtam, az még önmagában nem pornó. Ezen Acél Géza, az Alföld főszerkesztője volt mindig fölháborodva. Nézd, az is tiltott volt. Tehát ami tiltott, az mind izgatja az embert. Ma már nyilván senkit se érdekel, hogyha én mesztelen nőket vagy párzó embereket ragasztok egy papírra, mert ma már olyan természetes, hogy bekapcsolják a tévét, és akkor 10 pornócsatorna van, ha előfizetnek rá. Akkor minden izgalmas volt, mert minden tiltva volt. És akkor ismerkedtem meg én az olasz experimentalista költészettel, az olasz képvers költészettel, és engem az izgatott igaz. Nem a konkrét vers izgatott, hanem a képvers. Nagyon furcsa véletlenje az életnek, hogy most jelent meg egy Campos könyv, a Noig Andres csoport, brazil költőcsoportnak ő volt a vezető irodalmára, ő volt a vezető költője. És ez körülbelül 40 éve volt, amikor először megismerkedtem a Camposszal, és 63 évesen az idén fordítottam, vagy 20 versét egy antológia, ami most jelent meg. Tehát még mindig összetalálkozik az ember a múltjával, összetalálkozik ezekkel az időkkel, de ma már nem csinálok vizuális költészetet, ma már nem érdekel igazából a kísérletezés. Nem tudom, hogy ma mi érdekel. Tehát milyen vers érdekel, ha milyeneket írok. Erről is lehet még szó később, de egy kicsit megint szakmázzunk, azt javaslom, mert azért teoretikus elme is vagy, ugye a pályád elején is megírtad ezt a híres eszét az arctalan nemzedékről, de arra lenni kíváncsi, hogy te, aki magad is művelted és megtapasztaltad ezt a neoavantgárd lírát, mit gondolsz, hogy miért vált olyan múló divattá ez a magyar irodalomban? Miért nem tud a magyar irodalom, az irodalom történet se nagyon, nem beszélve a kortársakról, mit kezdeni az avantgárd örökséggel, úgymond? Nézd, egy példát tudnám illusztrálni. A magyar költészetben a haikunak címe van. Az igazi haikunak soha nincs címe. Tehát a japán haikunak. Azért, mert a magyar ízlés, a magyar költői köztudata van ilyen, az megköveteli a szerzőtől, hogy tegyen egy címet a verse fölé. Ugyanez van az avantgárddal is, hogy érdekes, izgalmas, de igazából nem fogadják be, nem fogadták akkor se be. A fiatalok szerették, mert lázadás volt, én magam szerettem, mert lázadhattam,
De igazából szervesen nem épül be az irodalmi köztudatba. Csak az épül be, aminek hagyománya van. Vörös Martinak van hagyománya, Vörösnek hagyománya van, azok a versei, amik ugye a régi hagyományra hajaznak, de onnantól kezdve, amikor avantgardról beszélünk, akkor Kassák nincs benne az irodalmi köztudatba. Kassáknak a kései Kassák van benne, illetve a lómekkal madarak kirepülnek. Meg az emlékezetíró Kassák, a prózaíró Kassák. De hát egyszerűen nem veszi be a magyar gyomor, vagy a magyar lélek, vagy a magyar versolvasó ezt az avantgard teremtést. Bartha Sándort nem ismeri senki. Pedig egy kitűnő, bocsássanak meg, aki ismeri, az természetesen ismeri. Kitűnő költő volt, de nincs benne a köztudatban. Hogy az avantgard se tudott belekerülni. A magyar versízlés, a magyar vers szeretők, azok azt szeretik, hogyha ugye a lélek, azt érzik, hogy a lélek átjut. A pusztulás, a elmúlás, a halálvágy, eljutunk. Tudtam egyébként, azért mondtam, hogy el tudjunk jutni, de essünk túl rajta. Tehát a magyar költői befogadó az mindig érzelmesebb húrokon mozgott, mint akár az olasz. Vegyük, tulajdonképpen azért volt, mert abban az időben ők egy fejlettebb kultúrában éltek, mint mi. Mi egy elnyomatásban éltünk, és ennek az elnyomatásnak az volt az eredménye, hogy volt egy megállapodás, íratlan megállapodás a művészek és a közönség között, hogy metaforikusan valahogy jelezni kellett, hogy hol tartasz. Amit az elején mondtam, hogy akkor itt ült az Eszterház, itt ült a Cakó, ott ült minden tábor, és volt egy közös, hát nem is ellenség, hanem egy közös ellenség. Acél György, kinek az ellensége? Szittuk, mint a bokrot, közösen. Tehát ennek a fajta metaforikus irodalomnak, a valamifele irányú irodalomnak volt felvevő piaca. Annak az avantgardnak, amit műveltem, vagy mi műveltünk néhányan, annak nem volt hagyománya, és aztán nem lett teremtő hagyomány. Tehát én hiába küszködtem ott, mint egy őrült a vizuális műveimmel, meg az Opus numero 3 Koga című, számomra is értetetlen című kötetemmel, nem ették meg, nem vették be. És amikor jött ezután jött az és néhány akkoról, akkor mindig azt mondta, hogy Lengyel Balázsra kezdődik, és szóval, hát mekkora költő. Holott nem, azok csak úgy jöttek. Említettél olyan elődöket, akik beépültek, olyanokat, akik nem. Akkor most idézünk meg egy olyan elődöt, aki a te költészetedben nagyon beépült, meg hát sokakéba, másokéba is. Hallgassuk meg Nagy Zoltán elmondásában az alkalmi versezet Hajdan élt költőhöz című versedet. Micsoda hajnal, és milyen reggel. Kik jönnek ellenem hangoskodó szürke sereggel. Már lemerem írni, én egész népemet fogom. És ha jönnie kell, jöhet utána bármilyen pofon, akár megölhet, kinek tiszte ez, néhány szellemi verőlegény. 32 éves lettem én. Több, mint akarnák. Már nem fordulok senkihez szeretetért. A költészet a fények terve, s aki hazátlan, az mégse én. Hogy ne kérdezze többé senki, megmondom, mit akarok lenni. És szabadon bevégezni ezt a tervet. Megérni minden hallgató szerelmet, és nem feküdni roncszőnyeként erősebbek lába elé. Legalább nem hallgatni, ha ez a nyugalom ára. Halottul renézen így. Itt nagy terv ám ez. Mosolyra se ránduljon a szája, mert megharagszom, és nem kell, hogy éppen magára. Bár bevégezhetetlen, előre tudom, ahogy szerelmes gyűrű halott ujjon, egyszerre értelmetlen lesz élet nélkül a lét. Én lassan így vagyok, mint éhes szája maga kenyerét, mohón falom, amit a sors elém rakott, mit bánom én, hogy keletlen, száraz. Én 37 éves vagyok, már keserű, és még nem halott. Ennyi elég a vádirathoz is, de nagyon kevés, hogy szeretni tudj, és ahhoz, hogy szeretni tudjak, vállalom. Így a szakadék peremén
állok, az én bajom. Nem kell tanács sem, óvó intelem, csak játszik velem, akinek helyén van a szíve, gondja, esze, aki nem szégyeli kicsoduló könnyét, és szelíden játszik vele, amikor egyedül bámul az éjszakába. Nos, úr, maga szeretett sírni, mert valamit tudott, és megállta. Nekem ilyen a korom. Telik italra, finom dohányra, és fogcsikorgatva akarom, ne sínek jöjjön el hozzám a béke, hiszen akiknek jó a költő nem léte, annak eladható legyen az áru, az olyan, mint maga, sőt a kisebb fontosságú is, mert nagy a piacon a lélek keletje, el kell az is, aki még el sincs temetve. Hát belőlem ne zabáljanak ingyen emberkufárok, derűsen állok, mert nagy ez a reggel, és roncserek eljöhet gúzsba kötni, nem védekezem. Egyenként fogok a pofájukba köpni. Hát ez is egy régi vers, ugye 32 évesen írtad. Ha jól emlékszem, 30 évvel ezelőtt, 1987-ben jelent meg. Most megint lehetetlen feladatra kérlek, lassan kétszer annyi idős leszel, az eltelt időszakot kellene megpróbálni összefoglalni, hogy mi is történt a te pályádon és a munkásságodban. Én megpróbálok ehhez segítséget, mankót nyújtani neked, illetve a közönségnek. Mondom el inkább, hogy ugye 88-ban megjelent Zalánnak egy újabb verses kötete, Hagy még idő címmel, az volt talán az ötödik vagy a hatodik. Ekkor 87-ben már József Attila díjat kapott, és utána, hát tegnap próbáltam összeszámolni, több mint 40 könyve jelent meg napjainkig, csak egy példa, hogy idén 3 kötete jelent meg, ugye a rettentő görög vitéz mintájára megírt Hári, a magyar vitéz, aztán egy Gogol átirat, Revizor 2-3 errel a végén, és egy kis tárca gyűjtemény, a B2-es Páholy. Elképesztően sokat dolgozott Zalán Tibor, azt hiszem, hogy az arctalan nemzedékének a legmunkásabb alkotója, a legtöbbet dolgozó és a legtöbbet létrehozó alkotó, és a legtöbb műfajban, műnemben, mert hogy nem csak verses kötetei jelentek meg, ez a több mint 40 kötet nem csupán verses kötet, hanem ebben ugye prózák is vannak, tárcagyűjtemények, novella gyűjtemény, a Göncölszekér, amire Mésző Miklós díjat és Artisius nagy díjat kapott néhány évvel ezelőtt, aztán ugye a regény folyamának, a készülő regény folyamának 3 kötete, tárcák, hangjátékok, drámakötetek, gyerekverskötetek, mesekötetek, írtózatosan nagy mennyiség is. Hát most a minőséget azt természetesen tudjuk, hogy a legjobb mindenből. És tulajdonképpen arra kérdezek rá összefoglalóan, hogy mi táplálta ezt a nagy alkotókertőt az elmúlt évtizedekben, hogy hát az elején mondtad, hogy sokat írtál annak idején a 80-as években, de hát azután még többet írtál, ugye lezajlott a rendszerváltozás, sok minden történt a közéletben, politikában, egyebek, de te rendületlenül alkotsz, és akkor még nem beszéltem ugye a színpadi átiratairól, dramaturgként, amiket különböző színházaknál dolgozott, bábszínházaknál. Tehát ez a rendkívüli munkaked, alkotóked, és sok oldalúság, sok műfajúság miből táplálkozik? Én ezt nem veszem észre. Tehát nekem olyan természetes, hogy dolgozom. Valószínűleg az történt, hogy észrevettem, hogy nem értek semmihez. Talán az íráshoz igen. Na most, hogyha az ember igazán nem ért semmihez, akkor próbálja meg azt csinálni, amihez van valami kanala. És én azt gondolom, hogy nekem olyan természetes dolog, hogy gyakorlatilag naponta írok. Tanítok több helyen creative writingot, és mindig azt mondom a diákoknak, hogy minden nap írni kell, akkor is, ha nem megy az írás. Minden nap küszködni kell, mert csak úgy tud az ember érvényeset létrehozni.
Na most az, hogy, én nem tudom, 50-nél több bemutatom volt, ezt a Széchenyi könyvtárban mondta nekem valaki, amikor ott volt egy ilyen beszélgetés, azt én nem vettem észre. Nyilván anyagilag is észre kellett volna vennem, ezt így se vettem. Ezt így se vettem észre. Valahogy nem, ezekre nem tudok odafigyelni. Nézd az, hogy például az idén 3 könyvem jelent meg, annak nagyon egyszerű oka van. Egyrészt, mert ugye van a Napút folyóirat, amelyik, azt mondtam a főszerkesztő nekem, hogy ingyen és bérmentve fölkér engem, hogy írjak minden lapnak a belső borítójára, azért B2-es páholy egy szöveget. Most ez egy nagyon tisztességes fölkérés, az azt mondja, nem tudok egy vasat se fizetni, hát akkor nem fizet, én meg írok nem tudom, 10 éve, vagy nem tudom hány éve írom ezeket, most összegyűjtötték egy könyvbe, ez az egyik könyv, tehát nem én gyűjtöttem össze. A Revizort azt bemutatták, egy átdolgozásomat bemutatták Temesvárot, amiben nagy botrányt, és azt hiszem 3 előadást ért meg, és levették, mert olyan a nyelvezete. Most ezt én a Tiszatájban, ez évekkel ezelőtt történt, a Tiszatájban leadtam egy évvel ezelőtt, hogy közöljék le. Most amikor egy év után nem közölték le, akkor én mondtam, hogy akkor viszont csináljunk egy tisztességes alkut, én többet nem adok neki kiírást, ők pedig küldjék vissza a szöveget. És azt mondták, hogy ez hosszú egy folyóiratközlésre, inkább kiadják könyvbe. Ez a második könyv. Mi a harmadik könyv? A Hári. Ja, a Hári. Na most évekkel ezelőtt a Fodor Tamás megkeresett, akit én az egyik legjobb magyar rendezőnek tartom, és legjobb szellemiségű színházi embernek, azzal, hogy írjak Thésauszról egy gyerekdarabot. Na most akinek úgy megvan a Thésausz, nyilván mindenkinek megvan, az tudja, hogy ez egyik legvéresebb kezű gyilkosa volt a mitológiának, és arra gondoltam, hogy a Tamás teljesen hülye, hogy miért akar gyerekdarabot iratni velem, és nem is tudtam írni. Legalább egy fél éven keresztül ott üldögélt fent a dolgozószobámba, evett, ivott, és mindig hazament, és nem jutottunk előre. Amikor egyszer csak kitaláltuk, mert ugye annyit evett, kitaláltuk, hogy mi lenne, ha ez egy 16 éves, 14-16 éves fickó lenne, aki folyton éhes. És azért megy előre a világban, hogy valaki adjon neki enni, és lakjék jól. És akkor megszületett ez a darab, aminek aztán sokféle bemutatója volt már a szélesen hazában és hazánkon kívül. És akkor kiadták könyvben, a könyviselkiadó, úgy tudom, és akkor szóltak, hogy írjak egy magyar pandant. Tehát itt folytatás ugye az a drágánad az életet, 1, 2, 3, 4, 5, ameddig pénzt tudnak vele szerezni, és a kiadó is azt gondolta, hogy akkor nyomjunk le még egy valamit magyart. És ugye, hát mi legyen az a magyar? Történelmi Krákóczi nem lehetett, vagy Tyukodi Pajtás, az még nem elég komoly ember, vagy Esze Tamás. És akkor jutott eszembe, hogy én Abonyi vagyok, tehát Abonyban nőttem fel, és Abonynak a híres szülöttje, Hári János, a nagy hazudozó. És akkor arra gondoltam, hogy ilyen szempontból lehetünk rokonok is, tehát azért én is értek ehhez a műfajhoz, és akkor megírtam, ez a harmadik könyv. Tehát én nem hajkuráztam, tehát nem törekedtem arra, hogy most 3 könyvvel jelentkezem, sőt, azt hiszem, hogy nem is jó, hogyha az embernek egyszerre 3 könyvvel jelenik meg a könyvhéten, mert akkor ugye 3 felé osztik a közönség, még az a kevéssé lesz, aki meg lenne. De hát most már mindegy, megjelent, jövőre nem lesz. Pontosabban lesz még decemberben elvileg karácsonyra a Királylányok könyve, egy mesekönyv, azt ajánlom tisztes figyelmükbe. És itt érek rá arra, amit nem kezdtél boncolgatni, de sokat beszéltünk erről, hogy én szeretek úgy dumálni. És amikor annak idején a Királylányok könyvét megírtam, akkor azt ígértem, hogy 40 mesét fogok én írni, de 20-nál elfáradt bennem a véna, és ennek körülbelül vagy 20 éve már szerintem, hogy megjelent. Több kiadást megért, hála Istennek. És akkor a kiadó meg a közönség is minden újabb kiadásnál jelentkezett, de a kiadó is megszűnt, közben másik kiadóhoz került, hogy írjam meg ezt a mesekönyvet. És akkor én ezt megírtam 15-öt, és leadtam. És el is feledkeztem róla. Most jelentkezett a kiadó, hogy egy héten belül írjak meg 5 mesét. Teljesen kiállt már a kezem, az agyam minden belőle, de elvileg, hogyha ezt megírom, akkor lesz egy 4. könyv is. De mondom, ezek nem rajtam múlnak, nyilván megírom, a tisztelet
A becsületem azt kívánja, hogyha megígértem a 40 mesét. És így vagyok a regényemmel is, mert ugye van egy regényciklusom, amelyet amikor megírtam, akkor a papírváros a címe, és ezt sokszor elmondom, mert tényleg így van. Elolvastam az egész könyvet, és arra jöttem rá, hogy se azt nem tudom, hogy mit jelent a cím, se azt, hogy ki a főhősöm. És ezzel annyira megijedtem, és közben jött ki a könyv a nyomdából, hogy mindenhol azt nyilatkoztam, hogy 5 kötetes regényciklus tervezek. De miért pont 5-öt mondtam? 3 bőven elég lett volna. Na, 3-at megírtam, eddig 3-at megírtam az eltelt 15-20 év alatt, tehát azt se kapkodtam el túlságosan, és most a 4-re kaptam ösztöndíjat, egy viszonylag nagyobb pénzt, és hát meg kéne írnom a 4-et. De hogyha a 4-et megírom, még egy 5-et is meg kell írnom. Tehát vagy nagyon hosszú életű leszek, vagy pedig összekapom végre magam, és akkor tisztességesen 1-2 évben belül megírom az 5-öt is, és azután tervezem én azt, hogy majd együtt az 5 kötetet ilyen vaskos kötetbe ki fogják adni, amit csak én olvasok el. Mert azért nem tudom folytatni, mert én nem szoktam elolvasni a saját könyveimet, miután megjelennek. Tehát nem tudom, hogy mit írtam az első 3-ban. Nincs cselekménye, tehát nem tudom, hogy valahogy el kéne olvasni azt a 3 könyvet, de 3 vaskos könyvet elolvasni, az a fél életemet el fogja vinni, vagy az őszemet. Nem tudom, hogy lesz. Te jössz. Az újabb költészetet, korszakot a 2010-es évek elejének időszakából hallgassunk meg 2 verset. A Pusztuló kertben és az Elpusztult kertben címmel Nagy Zoltán előadásában. Egymás húsába belenőve, mint akik nem válnak el már soha, 2 fatörzs az elpusztult kertben, és a kert fölött Isten mosolya megengedőn, mintha lenne soha, és nem lenne a keresztvágó hatalmas fűrész már falhoz döntve, amelyik majd őket egymáshol levágja, szétválasztva örökre Isten mosolya és ordító csöndje. Egyiket a szilveszter vitte el, másikat a fekete karácsony. Már nem látszik más a puszta kertben néhány távolodó Isten lábnyom, és a keresztvágó fűrész, a hóföltös földre vetve. A nyele még véres, könnyes a nyele, könnyes a penge, és a csönd úgy ereszkedik rá a tájra, mint gyámoltalant perzsel a szégyen. 2 facsonk mered a közömbös üres égre, elveszetten, örökös térben. Hát most már nem kerülhetjük meg, hogy beszéljünk egy kicsit a pusztulásról, a pusztulás motívumáról a költészetedben, amely szinte kezdetétől, a költészetet kezdetétől jelen van, és meghatározó, és ezekben az utolsó kötetekben talán még inkább jelen van ez a tragikus hangoltságú világkép. Ezekben a 2010-es évek elején megjelent kötetekben a Szétgondolt jelen, a Fáradt kadenciák és a Hordfénytől megvakult kutya című kötetek világáról beszélek. Tehát mondom, hogy korábban sem volt idegen ez a Tibor költészetétől. Egyik helyen azt is írott, hogy én még őszinte ember voltam, már a bölcsőben romlást gagyogtam. Egy nálunk a Bálkában megjelent verset pedig így hangzik, vagy így kezdődik a haldokolva élet. Én nem haldoklom, én így élek. Tehát a kérdés az, hogy miért olyan hangsúlyos a te költészetedben, szinte kezdettől, legyen szó szerelemről, bármiről, a bomlás, a pusztulás, a végletes romlás, és hát a halál és a semmi. Nem tudom.
Nézd, hát Baudelaire-t is vonzott a dög. Emlékszel a versre, hogy a két lábát az égnek, a négy lábát az égnek mereszti. Nem, én ilyen vagyok. Azt mondják a gyerekeim, egyiket itt látom a sorban, hogy csukló felvágó verseket írsz, apa. Ami hát nem tudom, hogy dicséret vagy szidalom a részükről. Azért, ez érdekel, hogy hogyan tud az ember úgy beszélni az elmúlásról, hogy érvényes legyen. Mert végülis elmúlunk, tehát megyünk kifele, legalábbis én megyek kifele 63 évesen. Sokkal közelebb van a halál, mint ahogy az ember azt elképzelte eddig. 20 éves koromban írtam egy verset, aminek az a címe, hogy én 28 éves koromban meg akarok halni. Most ezt én nagyon komolyan gondoltam, ilyen fiatal ember, egyetemet végezhettem, és 28 éves koromban egészen december 31-ig reménykedtem abban, hogy ez be is következik. Nem következett be, nagyon megsértődtem. De nem én akartam elölni magamat, hanem úgy gondoltam, hogy ennyi elég az életből. És aztán is végülis két pontja van az ember életének, ami biztos. Az, hogy megszületett, és az, hogy meg fog halni. És közben, hogy mi történik vele, azt nem lehet tudni, de hát pusztul a test, pusztul a lélek, és én ezt hangsúlyozottan érzem az egész világban, holott most két gyönyörű unokám van, tehát most pedig élni akarok. Most pedig már nagyon félek attól, hogy mi van kiszabva. Most már nem akarok elpusztulni, de hogy ez foglalkoztat a szövegeimben, az tény. És ezért van az, hogy ami, most érek vissza az előző kérdésedre, vagy a beszélgetésünk elején föltett kérdésre, hogy nem feltétlenül én vagyok a verseim hőse, hanem egy figura, aki egyfolytában a pusztulással küszködik. Ami félig meddig én vagyok, félig meddig pedig egy teremtett lélek, akit nekem ahhoz, hogy én valahogy túléljem saját magamat, túléljem a mindennapjaimat, az nekem el kell pusztítani, vagy a pusztulás felé kell taszítanom azt a lírai ént, vagy lírai hőst, aki a műveimben megjelenik. Így gondolom én az elmúlást, a pusztulás mítoszt. Másrészt pedig ugye az emberhez tartozik valami, kinek a Vörös Sándor a játékkal nyerte meg a világot, én meg a pusztulással próbálom. Nem tudom, melyik a jobb. Köszönöm szépen, megijesztettél, amikor azt mondtad, hogy nem tudom, és hatásszünetet tartottál, nem mondom, mi lesz, hogyha ez így marad, és nem fogod folytatni, de szerencsére folytattad. Én is sokat beszélgettem annak idején, amikor a Kolibriba dolgoztam emberekkel, és a Géczi János volt az, aki mindig azt mondta, hogy igen, nem. És akkor mondtam a közönség előtt, mondta, hogy János, most vagy válaszolsz, vagy elmesélek a közönségnek valamit a közös életünkből. És azt mondta, válaszolok. Tehát én is így voltam, láttam rajtad, hogy ebből baj lesz, hogyha én most itt befejezem. Na, akkor most hallgassunk meg ismét benneteket, Binder Károlyt, Borbé Mihályt és Zalán Tibort, amikor közösen előadjátok a Kiss Jarrett fényes koncertlemezeit hallgatom című produkciót. Kyoto, 1976. november 5-e. Binder Károlynak. Gondolja a faragott vízköpőkre, az oszlopfő kiszáradt kerek pofájára az időben, elederengő sápat homlokra, sötét szemgödörre, meg a tekintetre gondolj, mely elhagyta a szemet, kinek emléke lágyan kirajzolódik most, in illo tempore. Csak halkan, hogy ne fájjon senkinek. A fekete napban hangos a lélegző márvány, legyünk az örömé, adjuk az ünnepnek magunkat, teljesen, vagy ne adjuk.
vagy és minek. Ügyeink már nincsenek, de a tervek, a beszerkeszthető terek még emberre várnak. Ránk, vagy valaki másra. Nem mindegy. Szél kopog a semmibe meredő lépcsősoron, az elődörengő fehér homlok mögött. Oszaka, 1976. november 8-a. Szabados Györgynek. A Dunán voszolják így az őszt iromba tutajok. Nem merek felébredni, félek, meghalok. Milyen lenne egy hajnalon, vagy éjszaka? Nem tudom már. Sirályok szállták meg a vizet, e csöndes terror miért ne rémítene? Nem gondolkodom azon, éjjek-e, féljek-e, a kettős pontokból elég. Még árulót kiáltanak a neoavangardok, a népiek. Ilyetten kapja fel fejét valami lény, nyuszít tehát kisgyerek, és arcába merül a kitört ablaküveg. Nem sír, csak nyuszít, remeg. De az is lehet, hogy állat, és föltépi az összes verőeret. Féljek, meghalok, nem merek. A Dunán vonulnak ősszel megrakott tutajok, az ablakon túl az ég sötétre van festve, a hószaga már átszivárog a réseken, fedetlen testre mér ütést részegen a homály, és szép lesz a havon a vér, ahogy ott gőzölök, majd eljön valaki is, hogy a sebet bekösse, lélegzik a fekete napban a márvány, egyedül sírdogál, bajlódik fölötte. Nagoya, 1976. november 12. Surányi Andrásnak. Mint az ősz vége erről a tavar, házasságok szanaszét, szerelmek, a stúdióból kivonulnak a felvágott hasú tántorgó fáradt állatok. A kibomló belek lüktető forró pára elszáll a Bródy Sándor út fölött, elszáll a pára, lüktető forró pirosan, fölötte száll. Szájába veszi a sárkányt, de kiköpi. Piros. Csak kicsit horror, ami szép. Elássuk, ám kis keze a zsíros földből fehéren kinyúl. Kis kezén már zöld a köröm, és megbarnult a körömház szétbomló holdja. Kis holdja elrohad. Mikrofonból a múlás édes illata. Fekete nap gurul a fövény homokján. Ha eléri a tengert, megtelik lánggal a cetthalak álma. A tájban piros virágok, lila virágok, 20-10 tehén, de a táj már nincs mögöttük. Talán mögöttük már nincs a táj. De. Tokió, 1976. november 14-e. Sári Lászlónak. Kövek alszanak őszkorsó mélyén, vagy halott is némelyik, mert mosolyog, hideg, apró, fekete kövek, esik majd talán, mert hallgatják, hogy a korsó falán csepp követ cseppeket, míg egyé nem válik velük. És szomorú.
mint a vallatószobák. Csepp követ cseppeket, kotyog a korsó éjjében az idő. Emelkedik süllyedt koromban a város. Város alszik őszkorsó mélyén, kövek peregnek falakról, lövések, csend, lövések, csend, sikoly, lövések, sikoly, csend. Sirályok peregnek elő a köd mögül, folyó éjjében alszik a korsó, halott talán, mert mosolyog, benne a kövek halottak, mert mosolyognak, talán halott korsóban halott kövek, talán, és mosolyognak a sirályok, szárnyukat széttárják a korsó falán, míg egyé nem válik vele, egyé nem válnak vele. Szaporó, 1976. november 18. Eszterházy Péternek. Az áhítatról még kellene szólni. Táncoló pár a könnyű szerence fedelén, ahogy forog. Amúgy az egész magyartalan, mint a tartalom fedél és fenék között fű, hangosan lélegzik fekete napban a márvány. Egyetlen idézetem se senkié. Repetitív túlélési gyakorlatok kiviszi át a túlsó martra, mint a szerelmet jogai között, szerencével szájában, hullámok, megszálló sirályok között. A Láncidtól a Margit hídig háromszor fordul a szél, Egyszer se is arra, egyre nagyobb hullámokat ver a fű, táncoló párral szájában az ajló Dunán. Milyen sivár ez a metropolis, pedig folyamatosan is tudna beszélni, ha az áhítattal kéne kezdeni, pedig ragyog a táncoló pár, pár táncol, és alattuk milyen hallgat a tartalom a fű. Fűver hullámokat fedél és fenék között, de az oldalfalak komoran állnak, amúgy a matematika is magyartalan. Nem haragszom, csak a felnyitott zongora fedelek, minden idézetem se senkié, és magára marad ott a színpadon, szemben a ketté fűrészelt koncertzongorával, belefelejtkezik, mint a sebesültek, játszik tehát. Ebben a versben nagyon sok minden elhangzott, ugye a halál is szóba került, meg megütötte a fülemet a két szó, hogy népiek és avantgárdok, és erről mondjuk, erről jut eszembe az, hogy Zalán Tibor köztudottan nem tartozik egyik irodalmi szekértáborhoz sem, nemhogy politikai pártokhoz, pártcsaládokhoz nem tartozik, de ideológiai szekértáborokhoz sem, sőt, még író szervezeteknek, szövetségeknek sem tagja. És hát sokszor beszélt már arról különböző interjúkban, hogy ez miért is alakult így, meg hogy mivel is jár az, hogyha az ember senki földjén találja magát, és minden irányból lőnek rá. És hát mostanában mindegy, hogy miért, megint van egy ilyen helyzet, amikor így érzed, vagy érezheted, és valószínűleg ezért is írtál most egy nagyon okos és nagyon szép kis esszét a középről, arról a bizonyos középről, a középen állásról. Hát ez az esszé éppen az általam szerkesztett folyóirat, illetve internetes portálon jelent meg, a Bárka online-on.
elfelejtettem bemutatkozni, Elek Tibornak hívnak, itt pedig Budapesten nem sokan ismerhetnek, a 25 éves Bálka folyóirat főszerkesztője vagyok, és a Bálka online internetes portálé, és Tibornak évekkel ezelőtt is volt nálunk egy blog sorozata, vagy két éven keresztül, most pedig egy tárca sorozatnak a részese, négy kiváló alkotó hetente váltja egymást, és Tibor legutóbb erről írt a Középen állásról, a Középről, és ez most épp olvasható is egy hétig a Bálka online, meg utána is előkereshető, és többek között ezt írott, hogy Középen lenni nem egy térbeli elhelyezkedést jelent, inkább és elsősorban emberi készenlétet. Arra kérlek, hogy bontsd ezt egy kicsit jobban ki. Hát ez nagyon sokáig eltartana, hogy mire ezt ki tudnám bontani. Én évekkel ezelőtt tűnődtem el azon, hogy egy írónak hova szabad állni, hova kell állnia, mit kell tennie az életben. És akkor úgy gondoltam, hogy ha valaki középre áll, akkor mindig az igazság közelében lesz. Az írónak az is kötelessége, feladata, hogy valamilyen módon próbálja az igazsággal szembesülni, hogy próbálja megtalálni azt az igazságot, amit ő igazságnak vél. Nem mindig azt találjuk meg, amit szeretnénk. De közben arra kellett rájönnem, amikor ott középre álltam, és azért mindenki, senki sem mutatkozott hálásnak, hanem mindenféle támadások értek, és hát szörnyű e-maileket kaptam, soha nem lesz Kossuth-díjat, te szemét innentől kezdve. Nem sorolnám el, hogy milyen indulatokat váltott ki az, hogy én kiléptem az írószövetségből, nem léptem át egy másik írószövetségbe, meg mindenhonnan kiléptem, ahonnan csak ki lehet lépni. Mert, és közben rájöttem arra, hogy az igazság az soha nincs középen se. Az igazság az olyan, mint az inga, tehát folyton kileng. Hol itt van, hol ott van. És nekem az a kötelességem, tehát a középen állás, ez az állandó készenlétemre utaltam a szövegben, remélem, hogy kifejtettem valamennyire, hogy nekem az a kötelességem, hogy mindig odaálljak, ahol az igazság van. És ez mindenkinek fájs, és én nem hiszem, hogyha bárhova is odaállok, az gyávaságból lenne, vagy számításból lenne, de hogyha valamelyik oldalt foglalsz helyet, vagy valamelyik oldalra igazolsz le, akkor onnantól kezdve azt az igazságot kell képviselned. Most én erre nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó egyik oldalról se képviselni az igazságot, pontosabban a hamisságot, hanem megpróbálok valamennyire tisztességesen helytállni, és ezért nem igazolok le sehova. Csak valaki bólintott jóváhagyólag, ő mentett nem biztos, egyet, hogy nem biztos. Helyes. Olvassák el szerintem, mert nagyon sokkal bővebben, részletesebben és több irányból körüljárja ezt a témát Tibor. Most pedig hallgassuk meg még a legutolsó kötetének a címadó versét, a Hótfénytől megvakult kutya című verset Nagy Zoltán előadásában. Nem vagyok túl hosszúak? Nem. Te ne aggódj, én irányítok. Tudom esetet. Olyan ez, mint a halálos strandon. Hirtelen sok lesz a víz és az ég. Döngve csapódik be egy kapu, valaki azt suttogja, elég volt. Ha egy fénykép meglobban s elég, földre esik, akár a lágy rongy, és kibomlik, ami össze volt kötve. Hintaló vár a napon felejtve. Sír, mint egy láncra vont, és holtfénytől megvakult kutya. Ha létre szólna, de nincs többé kedve szólni rá, és nincs oka hallgatni. Lágyszárú laboda a kertben, jó lesz, spenót helyett. Nehéz lázak közt ver a szíve. Ír visz ki az utolsó kenet pap és búcsú mondatok helyett éről éjre. A nappalok csak nyitott szemmel, átelut évek, irgalmatlan messze a holnap. Hallgat a múlt, kitörölt honlap, saját titka hekkerévé lett. Mikor rájött, üres a jelent, semmiből pedig nem hajt élet. Hallja, csontjaiban rág a véreg, meg se rezzen, viszi a vonat. Unyorogva lépek a versbe, látlak, menekített sorsolat, mögötted elhullott hajfonat,
repett üvegű, megállt óra. Egyszer majd felszállsz egy metróra, kopasz leszel, és nagyon árva, és sírva fakadsz, amikor meglátsz. Hát mégsem aláztál halálra. Az eddigiekből is láthattuk, meg egyébként is tudtuk, hogy Zalán Tibor költészete általában nem vidám dolgokról szól, nem humorizál versben, de én időnként próbálom rávenni, hogy írom már humoros verset is, mert a Gyulai Vászínházban 2 évente irodalmi humorfesztivált rendezünk, már 2001 óta, idén volt a 8., és többször meghívtam Tibort is, és kénytelen volt például a Családi Kür című versét megírni néhány évvel ezelőtt, a Arany János évforduló kapcsán mondom ezt, hogy ő már ezelőtt 6 évvel, vagy mikor megírta, és idén is meghívtam, mert olvastam egy versét, az egyik legutolsó versét, a költő Mackó Nadrágban is költő címmel, és hát ez kimondottan úgy éreztem, hogy hát ez tele van játékkal, iróniával, humorral, öniróniával, és ösztököltem, hogy na hát tudsz te látod, tudsz te ilyeneket írni, írjál még, és írt is még 2, a címüket én nem tudom elmondani, mert olyan bonyolult, hogy megkérlek, hogy mondd el, hogy mit olvastál fel nyáron. A második része az volt, hogy a költő öltönyben és nyakkendőben nem költő, és a utolsó része pedig az volt, hogy a költő Mackó Nadrágban és nyakkendőben félköltő. Na, hát na most, amit itt az ésvers fog elhangzni, gondolom, igen. Az első. Hát valamit írnom kellett, mert határidő közeledett. Jó, hát nem is beszélünk már többet róla. A Bárka című folyóirat 5. számában, szeptember végén megjelenő 5. számában olvashatják majd ennek a versnek a 2 folytatását, amit most Nagy Zoltán el fog mondani. És akkor humorosan kell mondanom. Hát ahogy sikerül. Zolikám, valahogy próbálni. Ja, és közben segítenek Vindel Károly és Borbé Mihály is. A költő Mackó Nadrágban is költő, bár úgy néz ki, mint egy hurkatöltő, vagy akár a kóbor beszélycsősz, vörös a képe, a szakálla ősz. A költő Mackó Nadrágban is költő, fejében tucat jéghideg szaltó, részegen, ha bolyong, nem ír verset, s nem rak ki a csillagoknak varsát. A költő Mackó Nadrágban is költő, mindegy neki mezőtűr vagy koltó, elhult madár, eliromlott virág, a világ csak kitörletlen valag. A költő Mackó Nadrágban is költő, számára lét csak emberöltő számára a lét, nem jön a postás, nem hozza a lét. A költő Mackó Nadrágban is költő, ha fazék van fején, akkor kelta, ha nincs pénze, a másokét költi, részegen azt hiszi, hogy van koltja. A költő Mackó Nadrágban is költő, mindegy, hogy elő vagy hátul töltő, olykor tapad akár a vérfarkas, dorongja gyirkos, éhe hatalmas. A költő Mackó Nadrágban is költő, trikóra kapott, koszos felöltő leng rajta, míg a kocsmába lejut, eszmét árul, s elvéti az adut. A költő Mackó Nadrágban is költő, kilóg mindenhonnan, pedig korhű, hitelből él, és keveset fogyaszt, a szeszlánk benne tornyokat rogyaszt. A költő Mackó Nadrágban is költő, várja Párizs, Isztambul és Tromzó, bárhonnan idéz Kant vagy Kierkegaard, agya hűs penge, tekintete kard. A költő Mackó Nadrágban is költő, hazáról beszél, míg száll a porhó, világról beszél, lefolytott lázban, s vért köhög néha a szennyes ágyban. A költő Mackó Nadrágban is költő, bár így csöppet sem bizalmat keltő,
ágyban párnák köz kiveri a víz, rohad a foga, az ínyén vér íz. A költő baszkú nadrágban is költő, kék harisnyák kék lelkét lebontó, mindenét elhagyja zűrös hanyag, s nem tud róla, hogy régen tananyag. A költő mackánodrágban is költő, fal mellett surran nadrágja bordó, gacsos kezével a legjobb nőket lenyúlja, s másnap elhagyja őket. A költő mackó nadrágban is költő, gyújtokat közben, ő a poroltó. Úgy, ahogy van, maga borzas fertő, angyalszárny, a bűnletörlő kendő. A költő mackó nadrágban is költő, kedvenc madara a sebzett holló, disznó közt nyúl el, ha sárra vágyik, s ha nincs egyéb, tintát vacsorázik. A költő mackó nadrágban is költő, szelíd, mint a galamb fészkén költő, bohóztak nézik, röhögnek rajta, szánják szegény, a hátát vakarja. A költő mackó nadrágban is költő, ő lesz az utolsó lámpaoltó, ha az Isten majd sötétek akar a világban, s mindent letakar. Köszönjük szépen. Akár zászlónak is jó lenne ez, de én mégis úgy érzem, hogy ez egy kicsit zaklatott szöveg és muzsika volt, hogy kell még nektek egy szép záró számot eljátszani, kedves Bindel Károly és Borbé Mihály. Így van. Thank you.
Köszönöm szépen. Zalán Tibor. Köszönöm szépen én is. Zsínyel Károlynak, Borbély Mihálynak, Nagy Zoltánnak, Zalán Tibornak, Zalán Tibor barátainak, Magyar Művészeti Akadémiának, hogy megszervezte ezt az estét. Remélem, tartalmas, szórakoztató élményben volt részük, nem bánták meg. A viszontlátásra, jó éjszakát!